Képzeljék el a napot akkorának, amekkora egyetlen homokszem. A napon kívül temérdek más csillag is létezik. Csupán a saját tejútrendszerünkben 200 milliárdnál több társa van. A mi napunk mindössze egyetlen homokszem a csillagok hatalmas sivatagában. A tejútrendszer is csak a kozmoszban szétszórt 100 milliárd galaxis egyike. Becslések szerint a világegyetemben több csillag létezik, mint ahány homokszem a földkerekség összes tengerpartján. Töprengjenek el ezen egy pillanatra. Az univerzum mérete és sokszínűsége igazán lenyűgöző. Tudósként azonban még ennél is bámulatosabbnak tartom azt, hogy az emberiségnek mi mindent sikerült megtudnia róla. Hadd tegyem érthetőbbé ezt a teljesítményt. Az előbbi hasonlatban bemutatott homokszemcséhez hozzátapadt egy apró porszem. Ezen élünk mi, és mégis megismertük a Föld összes tengerpartjának, sivatagának alakját és méretét. Számomra ez az emberiség egyik legnagyobb szellemi teljesítménye, és most azt szeretném elmesélni, hogyan jutottunk el idáig. Azt a lenyűgöző történetet, hogyan néztünk föl magányos és jelentéktelen porszemünkről az égre, majd hogyan ismertük meg a világ mindenség alakját, méretét és eredetét. Ez a film arról szól, hogyan értettük meg a világ legnagyobb léptékű szerkezetét. A mindenség történetét. Minden és semmi. A mindenség. Pihenjünk meg egy pillanatra, és gondoljunk végig valamit. Itt ülök az éjszakai ég alatt. Fölöttem a Föld légköre, azon túl tündöklik a Hold. Jóval távolabb fénylenek a csillagok. És azután, mi létezhet még ezeken is túl a mindenségben? Ezt a kérdést egyszer bizonyára feltette már magának mindenki. Jól emlékszem, Bagdadban töltött gyermekkoromra. Nyári éjeken az ágyunkat fölvittük a tetőre, és én ébren bámultam, csodáltam a csillagokat. Azon töprengtem, vajon a végtelenig ér az űr? Van az univerzumnak pereme? Ma már kezdjük felfogni ennek a kérdésnek a súlyát. Ötszáz évvel ezelőtt azonban még úgy tűnt, mintha gyerekjáték lenne a válasz. Az akkori közhiedelem szerint a Földet egy óriási, de vékony forgóhéj vette körül, melyen szilárdan rögzítve ragyogtak az álló csillagok. Ha felnézünk az éjszakai égboltra, igazán érthető, miért hitte azt az ember, hogy egy ilyen burokban él. A 16. században azután bekövetkezett valami, ami végül porrá zúzta a régi világképet. Ez az esemény indította el az embert azon az úton, melynek végén feltárult előtte a mindenség valódi alakja és mérete. Ez az esemény egy csillag felrobbanása volt. Az egy-a típusú szupernova szinte elképzelhetetlen erejű, a saját napunknál 5 milliárdszor fényesebb. Ezt a szupernovát 1572-ben szabad szemmel is látták a Földön élő emberek.
A korabeliek egyszerűen tünemény néven emlegették, és bizonyára megrázónak, rejtélyesnek találták a látványt. Az új lámpás fényesebben ragyogott az éjszakai égen, mint az esthajnal csillag. Sőt, nappal is látszott. Nem meglepő, hogy sokan igyekeztek vallási magyarázatot találni erre a furcsa és riasztó jelenségre. Az 1572-ben feltűnt csillag egyik értelmezése az volt, amit néhány gondolkodó fogalt meg. Ugyanezt a csillagot látták a napkeleti bölcsek 1570 évvel ezelőtt. Ugyanez a csillag ragyogott valaha Betlehem fölött, és most visszatért. Ezért az új csillag is egy olyan kozmikus jelentőségű dolog hírnöke lehet, amilyen Isten fiának a megtestesülése volt. By this new star. The phenomenon. A tünemény sok embert lenyűgözött és zavarba ejtett Európa szerte. Angliában pedig megmozgatta egy álmos Oxfordshire-i városka Wellington parlamenti képviselőjének a képzeletét, Thomas Dixét. Amint azonban Dix vizsgálgatni kezdte a titokzatos új csillagot, az lassan elhalványult. Dix barátja, tanítója és csillagásztársa, bizonyos John Dee azzal érvelt, hogy a tünemény bizonyára egy addig lehetetlennek tartott jelenség, egy mozgó csillag. Talán azért fényesedett ki, mert közeledett a Földhöz, majd amikor távolodott, el is halványult. Bár ez az ötlet téves volt, Dix elgondolkodott a Föld körül látható csillagok valódi mibenlétén. Elég valószínűtlennek tűnt számára, hogy ezek mindegy hatalmas, vékony gömbhéjon helyezkednek el. Amit gömbnek látunk, az illúzió lenne csupán. Thomas Dix 4 évvel később vetette papírra saját elképzelését. Mégpedig egy egyszerű ábra formájában. Nicolas Copernicus angolra fordított műveinek mellékleteként. Copernicus jelentette ki elsőként, hogy a nap található a mindenség közepén. Vessenek rá egy pillantást. Itt, ezen az oldalon látható a kopernikuszi modell. Igazán forradalmi. A nap van középen, és körülötte kering a Föld meg a többi bolygó. Ott van az álló csillagok legkülső héja is. A Stellarum Fixarum. Ezen az oldalon pedig az angol fordításban Dix rajza látható. Pontosan ugyanolyan, csak ő elmozdította Kopernikus csillagait a rögzített héjról, és szétszórta azokat a végtelen térben. Dix ábrája alapvetően új képet rajzolt fel a kozmoszról. És eszerint az éjszakai égbolt csillagai a végtelen térben lebegtek. Dix úgy ábrázolta, Kopernikusszal ellentétben, hogy az űr végtelen. Ez itt az álló csillagok végtelen mélységű szférája, mondta. És az európaiak talán e perctől fogva kezdtek úgy gondolkodni, hogy a világ végtelen, hogy határtalan, hogy perem nélküli. Dix új világképe valóban forradalmi volt. Addig egy kicsin csillagburok belsejébe zárva éltünk. Attól kezdve viszont egy végtelen, bár változatlan univerzumban lebegtünk. Igen ám, de ebből a képből adódott egy furcsa ellentmondás. Ha a világegyetem végtelen, és végtelen sok csillaga van, akkor miért sötét az éjszaka? A hagyományos régi nézet szerint a világegyetem végtelen volt és örök. Hamar rájöttek azonban, hogy a végtelen és változatlan univerzum gondolata nevetséges.
Mégpedig azért, mert egy ilyen világban végtelen sok csillag lenne, és bármerre néznénk, a tekintetünk útjába akadna valamelyik csillag. Az univerzum, az állandó és végtelen világegyetem nem lehet sötét. Ragyognia kellene, olyan fényesen akár a nap. Az pedig szemmel látható, hogy a világ nem ilyen. Az éjszakai égbolt nem fényes, sötét. Noha Thomas Dix gondolkodott el ezen először, a probléma Olbers paradoxon a néven vált ismerté. Bármilyen egyszerűen hangzik is a kérdés, csak a 20. században sikerült kielégítő választ találni rá. Miért nem olyan fényes az éjszakai ég, mint a nappali? Az Olbers paradoxon megoldásához sok nagy tudós kellett. Csupa olyan, aki mert másképp gondolkodni. Gyökeresen másképp. Ennek a rejtélynek a feloldása azon múlt, hogy sikerül-e megismernünk a környező világ alakját, méretét és eredetét. Enélkül aligha. Mivel mi itt állunk a Földhöz kötötten, és nincsen csillagközi űrhajónk, ehhez a szellemi ugráshoz a gondolatainkat kell szabadjára engednünk. Azzal, hogy egyszerűen csak felnéztek az égre, Dix és kortársai új tudományos kalandra indultak, melynek a végén megértettük a mindenség lényegét. 200 évvel Thomas Dix észrevétele után az emberiség még elég kevés előrelépést tett a kozmosz legtávolabbi tájainak megértése felé. A 18. század végén azonban mindez megváltozott. Az 1700-as évek végéig a csillagászokat alig érdekelték a naprendszer határain kívül lévő égitestek. Az asztronómia tudománya közvetlen égi szomszédainkkal foglalkozott, a Földdel, a bolygókkal, holdakkal és üstökösökkel. A csillagok csak aféle szép és legfőjebb érdekes hátteret adtak ehhez. Ám 1800 körül megváltoztak a dolgok. Bass városában ebben a házban élt a csillagász William Herschel. Itt tervezte és építette meg a távcsövek új nemzedékét hűséges segédjével, Caroline húgával. Nekik saját műszereikkel messzebbre sikerült ellátniuk a világ űrmélységeibe, mint bárki másnak azelőtt. William Herschel Hannoverben született, de 1761-ben Angliába költözött, hogy ott folytassa zenészi, zeneszerzői pályáját. Hamarosan érdekelni kezdte a csillagászat is, ezért szabad idejében távcsöveket épített. Herschelnek sikerült tökéletesítenie a Sir Isaac Newtontól átvett teleszkópgyártási technikát. Távcsöveihez fémtükröket használt, mert ezek jóval több csillagfényt gyűjtöttek össze, mint a többi tudós műszereibe beépített üveglencsék. A Bassi háznak ez a kis hátsó szobája volt Herschel műhelye. Itt olvasztotta egybe a kemencéjében a fémeket, hogy fényvisszaverő tükröket készítsen belőlük. Különböző fémek különféle kombinációival kísérletezve próbálta tökéletesíteni az anyag fényvisszaverő képességét. Ezután húga Caroline segítségével órákon át csiszolgatták, polírozták a tükrök felületét, míg el nem érték a kívánt pontosságot. Gondolják csak meg, milyen veszélyes lehetett a munka ebben a zárt térben. A padlón mindmáig láthatók a nyomok. A kilocsanó olvadfém itt-ott megrepesztette a követ. Kiváló távcsöveikkel a Herschel testvérek folyvást az eget fürkészték, a csillagokat osztályozták. Minden derült tiszta éjjelen. Abból, amit az égbolton láttak, kiderült, hogy az univerzum, melynek természetes eleme a mozgás, igen sokrétű, folyamatosan változik és számtalan csodát rejteget.
Herschelnek komoly hírnevet szerzett újszerű távcsöve. Még egy ismeretlen bolygót is fölfedezett vele, az Uranuszt. És ennek köszönhette, hogy ő lett a királyi csillagász. Új tisztségében már elég ideje és pénze volt, így neki kezdhetett egy jóval nagyra törőbb feladatnak, az összes csillag feltérképezésének és a mindenség képe felvázolásának. Herschel 1785-ben tette közzé ezt az érdekes, bár elnagyolt rajzot, amely a tejútrendszert ábrázolja, középpontjában a nappal. Eszerint egy másnapokból álló hatalmas korongban tanyázunk. Egy csillagvárosban, melynek éles határa van. Herschel szakértelme lehetővé tette, hogy ellássunk az űr távoli mélyébe, egészen a mindenség pereméig. Nem sokára viszont adódott némi gond. Ő is és mások is furcsa, felhőszerű objektumokat figyeltek meg az égbolton elszórva, a csillagközi ködöket. E ködök némelyikének sajátos formája, bonyolult szerkezete volt, és ettől egyes csillagászoknak egészen újszerű ötletük támadt. Létezhetnek más világok is a tejútrendszeren kívül. Némelyik köd talán maga is egy hatalmas galaxis, amely a világűr távoli mélyén lebeg, és ugyanolyan csillagokból áll, mint a miénk. Ezekre a kérdésekre azonban sehogyan sem találtak kielégítő választ. Hiába voltak Herschel technikai újításai. Hiába fürkészte meg annyi hosszú és hideg éjszakán Caroline-nal együtt lelkiismeretes aprólékossággal az eget, adódott egy probléma, amelyet ő sem tudott megoldani. Nem létezett semmiféle módszerük az űrbeli távolságok pontos mérésére. A világűr mélyén található égitestek távolságának mérésére csak Herschel halála után sikerült egy ravasz eljárást kifejleszteni, a csillagok parallaxisán alapuló technikát. Ha két különböző szemszögből néznek egy tárgyat, például két szemüket felváltva behunyva az ujjukat, akkor a tárgy eltolódik a háttérhez képest, az elmozdulásból pedig a távolsága is kiszámolható. Az ujjam sokkal jobban elmozdult az épület háttere előtt, mint az ablakkeret. Egy Friedrich Bessel nevű csillagász jött rá arra, hogy a nap körül keringő föld pályájának két ellentétes pontjáról nézve, némelyik csillag kissé más irányban látszik a többihez képest, mintha valóban elmozdult volna. És ebből a parallaxis hatásból a csillag távolsága is meghatározható. Bessel számításai alapján a viszonylag közeli 61 cigni jelű csillag tőlünk 100 billió kilométernyire lehet. Bármilyen csodás volt is az új eljárás, ennek is akadtak komoly korlátai. A Föld pálya átmérője 300 millió kilométer. Ez azt jelenti, hogy a parallaxis módszerrel legföljebb 300 billió kilométeres, azaz 30 fényévnyi távolságig mérhetünk. Ez a tejútrendszernek csak parányi hányada. Hamar világossá vált, hogy az égbolt zömét szinte lehetetlen fölmérni. A titokzatos ködöket pedig semmiképp. Azok rejtélyéről továbbra sem lebbent föl a fátyol, csak a 20. század kezdetén, miután hatalmas vita kerekedett körülöttük.
A csillagászok egy része azzal érvelt, hogy csak egyetlen galaxis létezik, a Mittelljut rendszerünk. Minden más, amit látunk, a gömbhalmazok, a ködök, kivétel nélkül a galaxis részei. Más csillagászok ellenben azt bizonygatták, hogy némelyik égi köd egy tőlünk elképzelhetetlen messzeségben fekvő, hatalmas és önálló szigetuniverzum lehet. Bizonyítéka persze mindkét félnek akadt. A rejtély körül zajló elkeseredett vita elhúzódott egészen az 1920-as évek kezdetéig. A vita eldöntését egy asszony segítette elő. A tudomány egyik kis hián elfeledett hősnője, a Harvard Egyetem csillagvizsgálójában szorgoskodó Henrietta Leavitt. Leavitt feladata az volt, hogy a világ obszervatóriumaiban készült fotókon összeszámlálja és katalogizálja a csillagokat. Ez a ragyogó tudós imádta ezt a munkát. Íme az egyik csillagászati fotólemez, amellyel Leavitt dolgozott. Látszik, hogy világos jelekkel emelte ki a kép bizonyos részleteit, és aprólékos gondossággal rögzítette sok száz csillag alig észrevehető jellemzőit. Más talán alkalmatlan lett volna Leavitt zseniális felismerésére, arra az ötletre, amely végül feltárta az univerzum valódi méretét. Az egész a csillagok tényleges fényességének objektív meghatározásán alapult. Henriettát lenyűgözték az éjszakai égbolt lüktető fényű változó csillagai, az úgynevezett cefeidák. Az ő nagy felfedezése az volt, hogy szigorú kapcsolat áll fönn ezek pislogási üteme és fényereje között. Megmagyarázom. Ez a két csillag azonos ütemben villog. Ez azt jelenti, hogy pontosan egyforma a valódi fényességük is. Ha tehát az egyik csillag halványabbnak látszik, akkor az távolabb van tőlünk, mint a fényesebb. Leavitt módszere azon alapult, hogy ismerte a cefeidák valódi fényességét. Így tehát a látszólagos fényességek alapján megmérhette volna a parallaxis határon kívül fekvő csillagok távolságát is. Távcsöves megfigyelések híján azonban csak ennyit érhetett el. Az obszervatóriumok férfias világában elzárták őt ettől a lehetőségtől. Felfedezése azonban adott a csillagászoknak egy eszközt, amellyel végre megmérhették a titokzatos ködök távolságát. Ebből az is kiderült, hogy a tejút kis része csupán az egész mindenségnek. Bármilyen meglepő, de csak nem régóta látjuk az univerzum valódi méreteit. Az 1920-as években még teljesen hihető volt, hogy a világegyetem csak egyetlen galaxisból áll. Számos kiváló csillagász gondolta így világszerte, és komoly érveket sorakoztatott arra, hogy ez igaz. Végül kiderült, ők tévedtek. A heves vitát lezáró végső bizonyíték felfedezését a Los Angeles mellett épült Wilson-hegyi obszervatórium nagy teljesítményű új Hooker távcsövének köszönhetjük. Ezzel a bámulatos műszerrel és Henrietta Leavitt ötletes távolságszámítási módszerével fölfegyverkezve egy ifjú csillagász valami olyasmire bukkant, ami végleg átformálta a világegyetemről alkotott képünket, és halhatatlanná tette az Edwin Hubble nevet. Hubble merőben másfajta tudós volt, mint Leavitt. Mindig nagyobbnak tűnt valódi termeténél, ez a jókora öntudattal megáldott, ám roppant tehetséges és képzeletdús alak. Amerikában született és nevelkedett, de hosszabb időt töltött Angliában is. Ez maradandó benyomást tehetett rá, mert gyakran kiáltott a csillagvizsgálóban a félét, hogy Jupiterre, vagy Nicsak, tökéletesen csiszolt brit kiejtéssel. Az eszes, szenvedélyes és különc Hubble hamar hírnevet szerzett magának a csillagászat berkeiben. Mégis 1923-ig kellett várnia arra a felfedezésére, amely végül elárulta nekünk a világegyetem valódi méreteit. Az égi testet
az Androméda ködben kell keresni. Azért jöttem ide a Londoni University College csillagdájába Dr. Steve Fossi csillagászhoz, hogy a saját szememmel is lássam Hubble nagy fölfedezését. Megadjuk az Androméda koordinátáit ezen a beviteli konzolon. 0 óra és 43 perc. Hubble és Milton Hammerson nevű segédje hosszú, fáradtságos munkával vizsgálta az Androméda-t, de ma már gyorsan megtaláljuk és nagy felbontással lefotózhatjuk. Ezt a képet készítettük néhány hete. Igen. És ha belenagyítasz, akkor ott látod a Hubble cefeidát. A legelső felfedezett cefeidát, amely azután megoldotta az egész problémát. Gondolom Levitt módszerével kiszámította, milyen messze van. Valóban, meglátta változóként, beazonosította, aztán meghatározta az objektum valódi fényességét. És kiderült, hogy nem lehet a mi galaxisunkban, mert több millió fényév távolságban van. Pontosan. Itt éppen a mag területét látod, de ha beállítom a kontrasztot, eltolhatom egészen addig, hogy kijöjjön a galaxis néhány részlete. Jól láthatod ezeket a sötét porsávokat az Andromédában található sok milliárdnyi csillag háttere előtt. Az Andromédában fölfedezett változó csillag pontos lüktetési idejének megmérése után Hubble már felhasználhatta Levitt képletét, és precízen kiszámíthatta a csillag távolságát. Hubble ezen a fotólemezen jelölte meg az újonnan fölfedezett Cepheida változó csillagot. Ennek alapján számolta ki, hogy az Androméda köd sokkal távolabb van, mint tejútrendszerünk legtávolabbi szeglete. Az Androméda tényleg szigetuniverzum volt. Egy másik, távoli galaxis. Ma már tudjuk, hogy az Androméda több mint 2,5 millió fényévre található. Ez annyit tesz, hogy az Androméda-ról érkező fény akkor indult útnak, amikor a mai ember még meg sem jelent a Földön. Ez a szomszédunk. A legközelebbi galaktikus szomszédunk. Mindig figyelmeztetni kell magam, amit itt nézek, az a valóság. Ezek a fotonok sok millió évet utaztak, mire elértek a szememig. Ezek a fotonok egyenest az Andromédáról érkeznek a szemembe. Ma már olyan felbontással láthatjuk az Andromédát, amilyenről Hubble csak álmodott. Újabb becslések szerint több mint 1 billió csillaga lehet. És az Androméda csupán az egyik az univerzumot benépesítő temérdek galaxis közül. In 1923-ban a világegyetemet még csak akkorának láttuk, mint a tejút. Ám 1924-re kitágult előttünk a tér, és kiderült, hogy sok milliárdszor nagyobb. Elképzelhetetlenül sokféle kozmikus jelenség otthona. Hubble bebizonyította, hogy a sajátunkon kívül is számtalan galaxis létezik, és ezzel messzire kitolta az univerzum határait. A világűrperemét azonban még neki sem sikerült meglátnia. Sehol. Továbbra sem volt tehát fogalmunk a világegyetem valódi méreteiről, ahogy az alakjáról sem. Ahhoz, hogy megértsük a mindenség furcsa természetét, nem elegendő a puszta megfigyelés. Szükség van hozzá matematikára is. Egy hatékony és új matematikára, amelyik leírja a tér furának mondható tulajdonságait.
Amikor értelmezni próbáljuk az univerzumot, azt gondoljuk, elég sok megfigyelést végezni, aztán, ha már látjuk, hogy mi van odakint, ezekből majd összeáll a nagy kép egészen. Ám ha sejtelmünk sincs róla, milyen lehet a kép, akkor nem tudjuk, milyen megfigyeléseket kellene végezni. Ezért volt gyakori a tudomány történetében, hogy nem boldogultunk új matematikai elméletek nélkül. A fizikai teret leíró új matematikai elmélet annyira furcsa volt, és olyan távol állt a köznapi gondolkodástól, hogy több mint 2000 év és Albert Einstein zsenie kellett ahhoz, hogy megszülessem. Ám amint készen állt ez a különös, újfajta matematika, alapjaiban változott meg mindaz, amit a bennünket körülvevő térről, a mindenségről gondoltunk. Kezdjük azzal, mi az a tér? Azt hiszem, erre könnyen megfelelhetek. Elmondhatom, hogy ez a terem tágas. Sok benne a tér. Egy szűk hely ezzel szemben nem elég tágas, vagyis abban nincs tér. Vajon a tér csak akkor létezhet, ha jelen van az anyag is? A térnek kizárólag akkor lenne értelme, ha azt zárt falak övezik mindenfelől. Képzeljék el a távolságot két tárgy között. Ez akkor is megmarad, ha eltüntetjük a tárgyakat? Ha nincs kezdő és végpont, akkor mit jelent az, hogy távolság? A végső kérdés pedig az, hogy magának a térnek van-e formája? Van-e bármilyen szerkezete és alakja? Vagy a tér csak egy hely, ahol a dolgok történnek. A tér tulajdonságait egy görög matematikus, Euklidész írta le először, több mint 2000 éve, Elemek című híres művében. Ebben néhány egyszerű logikai szabályt fektetett le a térrel kapcsolatban. Ezek a tantételek alkotják azóta az euklideszi geometriát. Az euklideszi geometria az, amit nap mint nap látunk magunk körül. Ha egy szobában ülünk egy szokásos téglalap alakú teremben, egyeneseket, derékszögeket látunk, meg párhuzamos vonalakat. Az ablaknak párhuzamos a két oldala. Ha ezeket meghosszabbítjuk, az egymástól mért távolságuk mindig ugyanakkora marad. Más valamit is észrevehetünk, ha kicsit jobban körülnézünk. Minden háromszögben mindig pontosan 180 fokot ad ki a szögek összege. Ez az euklideszi geometria jellemzője. Az emberek régen azt gondolták, hogy ilyen a geometria, nem is lehetett másmilyen. Euklidésznek, ahogy a következő 2000 év majd minden matematikusának is, e szabályok nem csak matematikai értelemben voltak igazak, hanem a fizikai valóságban is. Mást el sem tudtak képzelni, mint hogy a párhuzamos vonalak örökre párhuzamosak maradnak, hogy a valós tér háromszögeiben mindig 180 fok a szögek összege. Csak hogy, bármilyen furán hangzik is, mindez nem feltétlenül igaz. Közel 250 éve egy észak-németországi kisvárosban született egy tehetséges és önálló gondolkodású matematikus, aki az euklideszi geometriát félretolva alapjaiban formálta át a térről alkotott elképzeléseinket. A neve Carl Friedrich Gauss. Gauss számos kemény matematikai diót feltört élete során, és már fiatalon azon spekulált, hogy talán nincsenek is annyira kőbevésve Euklidész szabályai. Pontosabban szólva, Gauss rájött, hogy egy görbült térben másmilyen, az euklideszi szabályoktól eltérő a geometria. A gömbfelszínén például a háromszög belső szögeinek összege meg is haladhatja a 180 fokot. Az ötleteit sokan továbbfejlesztették és finomították. Gauss egyik legnagyobb eredménye mégis az, hogy megadott egy furfangos módszert a görbület pontos mérésére.
Ez Gauss nevezetes tétele, a teoréma egregium. Ezt szemléltetem ezen a glóbuszon. Kissé távolabbról nézve jól láthatják, hogy a földgömb háromdimenziós. Mi történik, ha parányi hangyaként a felszínén ragadunk? Megtudhatjuk-e, hogy görbe a felület? Képzeljék el, hogy a hangya képében az északi sarkról elindulnak délnek az egyenlítő felé. Amint elérnek oda, elkezdenek oldalt lépdelni, de arccal mindvégig délfelé fordulva. Végül egy idő után hátrafelé lépkednek, és így térnek vissza, mindig délfelé nézve az északi sarkra. Nézzék csak, mi történt. Mindig arccal délfelé haladtak, mégis úgy érkeztek vissza az eredeti pontba, hogy egészen más irányba néznek, mint az indulás előtt. Ez ad magyarázatot arra, hogyan számíthatjuk ki egy felület görbületét, anélkül is, hogy lelépnénk róla. Csodálatos elméleti teljesítmény, de csak a kétdimenziós görbült felületekre igaz. Az elképzelést Gauss egyik zseniális tanítványa, Bernard Riemann fejlesztette tovább, hogy alkalmazni lehessen a bennünket körülvevő háromdimenziós térre is. Micsoda merész, idegenszerű és nem matematikusok számára lehetetlennek tűnő gondolat. Riemann alig 26 évesen tartotta meg azt a különös, új ötleteket összegző geometria előadást, amely legendássá vált a matematikusok körében. Ez 1854. júniusában történt, és hatalmas sikert hozott neki. Részletesen elmondta, hogyan alakította át és általánosította Gauss eredeti görbült felületekkel kapcsolatos elméletét. Így már nem csak a kétdimenziós esetre vált be a módszer, hanem egy akárhány dimenziós görbült térre is. Tisztában vagyok vele, hogy ez bonyolultan hang. Mi a csuda egy akárhány dimenziós görbült tér? Már is elmagyarázom. Ez az, amiről Gauss beszélt. A görbült kétdimenziós felület. Fogom ezt a papírlapot, ez kétdimenziós. Ha meghajtom, jól láthatják a görbületét. Azért, mert három dimenzióba van beágyazva. Mi van akkor, ha háromdimenziós teret görbítünk? Alig, ha nem szükségünk lesz egy negyedik dimenzióra is. Hogyan lépjünk ki a négydimenziós térbe? Saját háromdimenziós világunkat mégsem hagyhatjuk el. Bárhová utazunk is az univerzumban, nem számít milyen messzire, mi mindig háromdimenzióban maradunk. Riemann lángelméje nélkül alig ha derült volna ki, hogy nem kell kilépnünk a negyedik dimenzióba, mert belülről is eldönthető, valóban görbült-e a tér. Igen, de Riemann számára ez csak tiszta matematika volt. Végül Albert Einstein kötötte össze ezeket a matematikai fogalmakat, és húzta rá a minket körülvevő valós térre is ezt a görbült, hajlított, nem euklédeszi geometriát. Azt hiszem, a nem euklédeszi geometria sztoriában az a legfontosabb, hogy milyen kapcsolatban áll a matematika és a való világ. A matematikusok elkezdtek piszmogni a kérdéssel. Milyen lehet egy nem euklidesi geometria? Ha akkor jön valaki és megkérdezi, mire jó az egész, biztosan azt felelik, fogalmunk sincs róla. Használható valamit? Egyszerűen csak érdekes. Ám addig-addig piszmogtak, míg nem meglepő eredményt kaptak. Igenis lehetséges egy másfajta geometria. Azt még ekkor sem sejtették, lesznek-e az ötletnek valódi alkalmazásai. Majd, amint megérett az idő, jött Einstein, és azt mondta, ez kell nekem, ez az igazi fizika. És ez a Földön kívüli matematika egy csapásra a tudomány szerves része lett. Einstein megmutatta, hogy nem egy euklidészféle lapos térben, hanem Gauss és Riemann furcsa, görbült világában élünk. Ami a társadalmi teret illeti,
A bonyolult és elvont matematikai birkózó meccsektől Einstein néhány röpke év alatt eljutott a Charlie Chaplinnel elköltött flancos vacsorákig. Mindezt élete főművének, az általános relativitás elméletnek köszönhette. Az általános relativitás elméletben Einstein, Gauss és Riemann matematikájával egészen újszerű képet festett a létező fizikai világról. Megmutatta, amit Gauss is sejtett, hogy a bennünket körülvevő tér nem mindig az a lapos és hagyományos euklidészi fajta. Viszont körülöttünk mindenütt görbült és hajlott a tér, akkor ezt látnunk kellene, nem de vár? Nos igen, látjuk is, csak elég váratlan formában. Ez Einstein egyik nagy felismerése. Megmutatta, hogy a tér görbülésre való hajlama, vagyis az, hogy rugalmasan változtathatja a geometriáját, hoz létre egy jól ismert fizikai kölcsönhatást, a gravitációt. Right. Now. Newton korában még azt gondolták, hogy a gravitációs erő húzza egymás felé a tárgyakat. Amikor tehát elejtem ezt az almát, az egyenesen hullik a föld felé, mintha egy láthatatlan kéz húzna. Einstein általános relativitás elmélete szerint viszont merőben másmilyen a kép. És egészen új a szemszög is. Ugyan a gravitáció valamiféle erőnek tűnik, valójában nem az, hanem magának a térnek a görbülete. Ezért esés közben a görbült térben nem is a gravitáció mozgatja a tárgyakat, azok csupán a legrövidebb utat követik. Az általános relativitás elmélet egyenletei még ennél többet is elárultak. Azt, hogy a tömeg jelenléte görbíti meg, torzítja el a teret. A Földön valójában azért van gravitáció, mert a bolygó tömege meghajlítja maga körül a teret. Az einsteini elmélet szerint a világegyetem dinamikusan reagál saját tartalmára. A tér felismeri a tömeggel rendelkező testek jelenlétét, és azzal reagál rájuk, hogy különös módon változtatgatja saját geometriáját. Egy szóval a 16., 17., 18., 19. század unalmas és nyugvó mindensége hirtelen egy mozgékony, már-már élő valamivé változik át az einsteini felfogásban. Einstein elmélete feltárta, hogy a tér, maga a mindenség, az egész univerzum nem csupán mérhetetlenül nagy, hanem alakkal és szerkezettel is bír. Képlékeny. Bármit meg lehet hajlítani, el lehet görbíteni. Gauss, Riemann és Einstein mindezek mellett azt is leírta, milyen lehet annak a térnek és időnek a görbülete, amelyben élünk. Kimutatták, hogy a téridő nem egy álló és változatlan színpad, amelyen a világegyetem eseményei lezajlanak, hanem ő maga is részese az előadásnak. A fizikusok hamar felismerték az általános relativitás elmélet egyetemes érvényét. Ezért arra is felhasználhatták, hogy az univerzumot és annak viselkedését megpróbálják kívülről a maga teljességében elképzelni. Csak hogy eközben valami roppant zavaró dolgot tapasztaltak. A világegyetemet leíró egyenletek nevetségesnek tetsző eredményt adtak. Az jött ki belőlük, hogy amit vizsgálunk, annak tágulnia kell. Teljesen valószerűtlennek tűnt, hogy a világegyetem egésze egy mozgó, organikus, táguló valami legyen. Annyira fura volt ez a jóslat, hogy azt még Einstein sem hitte el.
A térrel és idővel kapcsolatban Einstein fenekestül forgatta fel a sok ezer éves bevett emberi fogalmakat. Ám azt még ő sem tudta elfogadni, hogy az egész világegyetem mozgékony és változó legyen. Ha pedig olyan statikus, amilyennek gondolta, akkor a saját egyenleteit kell módosítania. Ezt meg is tette, és bevezetett egy kozmológiai állandót, hogy stabilizálja az univerzumot. Einstein azonban ott próbált javítani, ahol nem is volt hiba. Történetünk e ponton tér vissza Edwin Hubblehoz, aki a Hooker teleszkóp birtokában bebizonyította azt, amit Einstein vonakodott elfogadni. Miután rájött, hogy a mi galaxisunk csak egy a sok közül, Hubble elhatározta, hogy megvizsgálja a távoli galaxisok mozgását. Tudta, ha egy égitest közeledik felénk, akkor a fényhullámai összetorlódnak, ezért kékebbnek tűnnek. Ha pedig távolodik, akkor a fényhullámok megnyúlnak, tehát vörösebbé válnak. Az, amit az égen tapasztalt, megdöbbentette. Az összes galaxis fénye a vörös felé tolódott el, tehát mind távolodott. Sőt, minél messzebb volt egy galaxis, annál gyorsabban távolodott. Hubble megfigyelése teljes összhangban volt tehát Einstein általános relativitás elméletével. De, és ez itt a lényeg, voltaképpen nem a galaxisok röppentek szanaszét a térben egymástól távolodva, hanem a galaxisok közti térnek a szövete tágult. Tehát a világegyetem egészen nőtt, és egyre nőtt. Ez az igazi veleje Hubble és Einstein kutatásainak. Einstein nem sokára felkereste Hubble-t, mert saját szemével akarta látni a tényeket. Elismerte, hogy tudományos baklövés volt átszabni az elméletét, de vajon miért éppen így tágul a tér? Hubble és Einstein hamar egyetértésre jutott. Ha maga a tér szövete tágul, az azt jelenti, hogy valaha kisebb volt az univerzum is. Tekerjük csak vissza eléggé az órát, és úgy tűnik, már is megvan az a pont, amikor az egész világegyetem létrejött. Minden adat arra utalt, hogy ez volt a teremtés pillanata. Sok tudós mégis kétségbe vonta ezt a nyilvánvalónak látszó ősrobbanást. Ugyanis túl merész ugrásnak tűnt. Akadt azonban egy kellően erős bizonyíték, amely mindenkit meggyőzött. Ha valóban megtörtént az ősrobbanás, akkor röviddel az első pillanat után hatalmas fényvillanás keletkezhetett az egész univerzumban. Ennek a sugárzásnak pedig ma már be kell töltenie a kozmosz minden szegletét. Lám csak, tényleg így van. Igaz, nem éppen a megszokott formában. Bár hihetetlenül hangzik, de az ősrobbanás tűzgömbjének maradványa a tévénkben látható. Elmagyarázom, hogy mi történt. Ez a lufi lesz az univerzumunk. Íme alig néhány százezer évesen.
Ekkor valami nagyon furcsa esemény történt, mert amint létrejöttek az atomok, a világegyetem egyik percről a másikra átlátszó lett. Mintha felszállt volna a köd, és a látható fény ettől fogva szabadon átszelhette az univerzumot. A fotonok akadálytalanul mozogtak a tér minden pontján, és az egész mindenséget vakító fény töltötte be. Csak hogy ez a korai, forró zűrzavarban kibocsátott fény nem maradt meg örökre. A tér kitágulásával a sugárzás is megnyúlt, így a színkép látható tartományából a mikrohullámúba került. A televízió antennája pedig épp ezeket a mikrohullámokat fogja fel. Hihetetlen, de a háttérzaj közel 1%-át a teremtés utósugárzása okozza. Ez az univerzum legelső fényeinek végső, halvány maradéka. Napjainkra a műholdak lehetővé tették, hogy igen pontosan feltérképezzük a világegyetemnek azt a pillanatát, amikor lőn világosság. Ezek a leges-legelső hajnal fosszilis fényei. Meggyőzően bizonyítják, hogy a mindenségnek volt kezdete. Ebből a mikrohullámú sugárzásból a kozmológusok még a világegyetem korát is ismerik. 13,7 milliárd esztendős. A kezdetek kezdete az az utolsó információ morzsa, amely ahhoz kell, hogy megválaszoljuk Thomas Dix több mint 400 esztendeje föltett kérdését. Hogy végül kielégítő magyarázatot adhassunk arra, miért sötét az éjszaka. Hát lássuk, itt állok, ahol remélem értelmet nyer minden. Minél távolabb van tőlünk egy csillag, annál tovább tart, mire a fénye elér a Földre. Ha a univerzumunk öröktől fogva létezne, akkor már az összes fény eljuthatott volna hozzánk, és az éjszakai eget teljesen betöltené a csillagok fénye. De nem. Azt is megmondom miért. Képzeljék el a mainál sokkal fiatalabb és kisebb univerzumot. A túlsó feléről éppen most kezdi meg az útját egy fénysugár, egyenesen felénk. A tér azonban folyamatosan tágul. A fénynek ezért egyre nagyobb és nagyobb távolságot kell megtennie. Ugorjunk most előre a jelenkorig, és még mindig sehol a fénysugár. Bárhogyan meregetjük a szemünket, azt nem fogjuk meglátni. Csak azokat a csillagokat látjuk, amelyek fénye elérhetett hozzánk az ősrobbanás óta eltelt 13,7 milliárd év alatt. Ez az univerzum belátható része. Abban pedig nincs elég csillag, hogy éjjel fény árassza el az eget. Mindig csak azokat a csillagokat és galaxisokat látjuk, amelyek fénye eljut a Földre. Hát ezért sötétedik be, ha leszáll az est. A magától értetődő tények közül talán az a legegyszerűbb, hogy éjjel sötét az ég. Ez valóban hihetetlenül alapvető. 200 évig gondolkodtak rajta és fabrikálták az elméleteket, de csak az általános relativitás megalkotása után értettük meg, hogy éjjel miért sötét az ég. Viták, megfigyelések és az emberi képzelet. Így találtunk egyre jobb módszereket arra, hogy kicsiny porszemünkről körbekémlelve föltérképezzük az eget.
Egyre gyakorlottabbá váló elménk mind tökéletesebb képet alkotott. Ez itt a gyermekkorát élő univerzum számítógépes modellje. Megnézhetjük vele, hogyan formálta át a gravitációs erő évmilliárdok alatt a világegyetemet. A fényes fehér és sárga tartományokban keletkeznek a galaxisok és galaxis halmazok. Azt is megfigyelhetik, hogy miközben a világegyetem fejlődik, lassan kialakul benne egy különös, rejtett szerkezet, a kozmikus háló. Jelenleg ez a legjobb kép, amelyet a mindenség legnagyobb léptékű szerkezetéről alkothatunk. Mérhetetlen galaxis halmazokat látunk, melyeket hatalmas, több billió csillagból álló szálak kötnek össze. Olykor még felfogni is nehéz az ekkora nagyságrendeket, de a fénynek közel 10 milliárd év kell, mire átszeli a képen ábrázolt tartományt. A mindenségnek ez a csodaszép képe is meg fog azonban változni. Ma már tudjuk, hogy a távoli jövőben rettenetesen sivár és elhagyatott helyé fog átalakulni az univerzum. In 1998-ban a csillagászok egy csoportja cikket jelentetett meg a távoli galaxisokban bekövetkezett szupernóva robbanásokról. Nagyon pontosan meg akarták mérni, milyen gyorsan tágul a világegyetem. Azt várták, hogy a mindenségben található anyag gravitációs ereje miatt a tágulási ütem lassulni fog. Nagy volt tehát a meglepetésük, azt látták, hogy az univerzum egyre nagyobb tempóban növekszik. A tágulási ütem gyorsul. Úgy tűnik, mintha valami titokzatos, ismeretlen erő mindent széttaszítana. E jelenség okát máig sem értjük, de neve már van. Sötét energia. Mindennek egy érdekes, de elég aggasztó következménye van. Ha a világegyetem gyorsulva tágul tovább, akkor univerzumunk belátható része előbb-utóbb kiürül. Megmagyarázom. Képzeljék el, hogy egy távoli, de a Földről még látható galaxis vagyok. Ha a köztünk lévő tér tágul, akkor valamikor a távoli jövőben eljön az a pillanat, amikor már a fény sem győzi a tempót. És akkor ez a galaxis eltűnik. A távoli jövőben annyit tesz, hogy több százmilliárd év múlva. Ha még léteznek akkor értelmes lények a mindenségnek ezen a fertáján, akkor csak saját tejútrendszerünk csillagait láthatják majd a világűrben. Az összes többi galaxis eltűnik, ők pedig magukra maradnak a hatalmas, sötét, táguló, üres semmiben. A következő részben a semmi. Itt ez a doboz. Mi történik, ha eltávolítok belőle mindent, amit csak lehet? Akkor mi tölti ki a belsejét? Tényleg a valódi semmi? Közreműködött Kárpáti Levente, magyar szöveg Alföldi Balázs, szerkesztő Pogány Éva, hangmérnök Pap Krisztián, gyártásvezető Kovács Marian, szinkronrendező Gellén Attila. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Masterfilm Digital készítette.